Kedves megjelentek, nagy-nagy örömmel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai konferencián, mely konferencia a Szekeres László Alapítvány és a Vajdasági Magyar Képzés Kutató Kulturális Központ közös szervezésében jött létre, mely konferencia meghívón is látszódik az elmúlt 3 év gazdaságfejlesztési stratégiánkhoz köthető elemzéséről fog szólni. Számomra azért is külön öröm, hogy ilyen sokan most itt vagyunk, mert próbáltam itt gyorsan végignézni az arcokat, és valójában nagyon sok arc 3 évvel ezelőtt is már bizonyos helyeken ott ült és visszaköszönt, amikor egyáltalán ezzel a programmal elkezdtünk operatív szinten foglalkozni, és számomra már akkor is nagy megtiszteltetés volt és nagy öröm volt részt venni egy ilyen kezdeményezésben, hiszen nem csak délvidéki vagy vajdasági szinten, hanem Kárpát-medencei szinten egyedi kezdeményezésről volt szó, és én úgy gondolom, hogy nem árulok el vele túl nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy 3 év után egy sikeres programrészt tudunk lezárni. Mint ahogy a meghívóban az látszódik, külön szakmai panelek lesznek, és minden külön egységnek van moderátora is, és természetesen résztvevői is, így én ezeket a paneleket külön nem emelném ki, külön a vendégeket nem köszönteném, hiszen itt nagyon sok szintről, nagyon sok hierarchiai szintről, mind Magyarország részéről, mind Szerbia, Vajdaság részéről jelen vannak a vendégeink, azonban 2 nevet mégis kiemelnék a mai konferencia során, és egyrészt külön szeretném őket köszönteni, másrészt pedig még egyszer megköszönni, legalábbis személy szerint, hogy részt vehettem és bekapcsoltak engem is, és nagyon sokunkat ebbe a programba. Ők pedig Magyar Levente, magyarországi külgazdasági és külügyminisztérium miniszterhelyettese. Itt külön köszöntök, és köszönöm szépen, hogy megtisztelte ezt a konferenciát, és természetesen, aki nélkül nem jöhetett volna létre a stratégia se, a program se, az alapítvány se, és most szintén nem ülhetnénk itt, ő pedig Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, akinek a konferencia tekintetében egy nagyon-nagyon hosszú 3 soros tisztség fölvezetése van, és nem úgy van itt, mind a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, hanem mind a stratégia kezdeményezője és a kormánydöntés indoklója, de én úgy gondolom, hogy mindaz az én mondani valómban benne volt, amit az előbb említettem, hogy ez a 2 ember, aki kezdeményezője, jóváhagyója, támogatója volt ennek a programnak, mi pedig, akik kidolgozói, haszonélvezői, és most, mint közösség szempontjából kedvezményezettjei vagyunk, ennek nagyon sokan most itt vagyunk, úgyhogy ne vegyék sértésnek, hogyha nem köszöntök mindenkit külön-külön név szerint, de úgy gondolom, hogy őt, kettőjüket mindenféleképpen ki kellett emelni. És az én rövid előzetes beszámolóm kapcsán én át is adnám a szót ezek szerint az első panelünk vezetőjének, Földi Máltának, és ettől a pillanattól kezdve a moderátorok lesznek azok, akik végigviszik ezt a konferenciát. Mindenkinek kellemes időtöltést, és egyrészt gratulálok mindenkinek, aki nyertesként és haszonélvezőként van itt, és köszönöm mindenkinek a munkáját, aki az elmúlt 3 évben hozzájárult ahhoz, hogy ez egy sikertörténet legyen. Köszönöm szépen még egyszer. Jó napot kívánok, kedves hölgyeim és uraim! Nem könnyű a feladat értékelni az elmúlt 3 évet, hiszen az, hogy sikeresek vagyunk-e valamiben, egyáltalán a sikeresség, mint definíció, az soha nem lehet objektív abban az értelemben, hogy a sikernek nincs egy objektív mércéje, nincs egy mértékegysége, nem tudjuk megállapítani,
minden kétséget kizáróan, hogy egy vállalkozásunkban sikeresek vagyunk-e. Hiszen mihez képest, ugye? Tehát a siker az egy relatív kategória, és mindenkinek mást jelent. Ez így van a politikában, így van a gazdaságban. Mivel vagyunk elégedettek, hogyha nő a gazdaságunk akár 1%-kal, vagy nem adjuk 5% alá. Mi a siker? És így van ez az elmúlt 3 év tekintetében is. Az elmúlt 3 évben elvégzett közös munka vonatkozásában én azt gondolom, hogy a sikernek a legjobb mércéje az, hogyha nem mondunk semmit, csupán felidézzük azt, hogy honnan indultunk, és hova érkeztünk el 2018 végére, és akkor mindenki megállapíthatja magának, a maga értékrendje, a maga habitusa szerint, hogy sikeresnek ítélje ezt az időszakot. Nem felejtem el soha azt a vajdasági hajnalt, amikor valahol egy temeri melletti tanyán 2015 nyarán ültem az udvarban egy paksamét a papír felett, és azon dolgoztam, hogy abból a stratégiából, amit Pásztor István elnök úr vezetésével a vajdasági magyar közösség megfogalmazott, azt az igényt, amit megfogalmaztak önök közösen, arra vonatkozóan, hogy hogyan képzelik el a jövőjüket gazdasági szempontból, ültem be fölött az anyag fölött, és azon gondolkodtam, hogy hogyan lehet ebből kormányzati programot és elsősorban is támogatást kérni és támogatást varázsolni. És el kell, hogy mondjam, hogy az egyébként kiváló minőségű anyagban megfogalmazott számszerű igények, azok szerények voltak. És joggal voltak szerények, mert ahhoz voltunk szokva mindannyian, hogy a mozgásterünk az szűk. Alapvetően szűk. 100 éve ahhoz vagyunk szoktatva, hogy nem merjünk nagyban gondolkodni. És nem tudom az összes számot felidézni, de máig őrzöm ezt a papírost, amin aztán összeszedtem a gondolataimat. Arra emlékszem, hogy ebben a stratégiában az volt, hogyha a következő években 50 családnak tudnánk biztosítani egy családi házat valahol vidéken, és 50 családnak tudnánk a fenntartható gazdálkodás feltételeit megteremteni, az már egy szép eredmény volna. Na most tartunk 2018 végén talán 600-nál. És egyébként pedig a vállalkozás fejlesztés céljait tekintve egy néhány 100 millió forintos nagyságrendű léptékben történt a gondolkodás. Milyen jó volna, hogyha pár tucat életképes vállalkozás néhány millió forinttal meg tudnánk támogatni a következő időszakban. És akkor azon a hajnalon összeírtam, amit össze kellett egy kormányhatározathoz, és egy, de inkább 2 nullát még hozzáírtam ezekhez a számokhoz. És elnök úrral készültünk 2015 végén egy kormányülésre, amin előterjesztésre került ez a közös határozattervezet. És ez nem volt kevesebb, mint egy 20 milliárdos csomag 16-17-18 vonatkozásában. Még egyszer nagyjából 2 nullával több, mint amiben eredetileg folyt a gondolkodás. És emlékszem elnök úr szavaira is, és soha nem fogom elfelejteni, hogy nem szokott feszülten tekinteni egy-egy program elé, és nem szokott izgulni, mert sok kemény csatát végigjárt már, de akkor mind a ketten éreztük a pillanatnak a jelentőségét és súlyát, és éreztük azt, hogy itt sokkal több minden dől el, mint a mi személyes ügyünk. És akkor azon a kormányülésen elővezettük ezt az igényünket, és a kormányfő iránymutatás alapján úgy döntött, hogy megadja a 20 milliárd forintot erre a stratégiára. És akkor kiálltunk egy sajtótájékoztatóra, az volt 15 decemberében, talán novemberében, és elmondtuk, hogy hatalmas léptékű, soha nem látott mértékű gazdaságfejlesztési program indul Vajdaságban a kormány támogatásával, de így őszintén 3 év után talán elmondhatjuk, hogy bizony egészen pontos képünk arra, hogy ez hogyan fog történni, és meg tudjuk-e valósítani, nem volt. Legalábbis nekem biztos nem.
sitálunk most 18 régén, és arról tudunk beszámolni, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy 250 millió eurónyi fejlesztés valósult meg, illetve van megvalósítás alatt itt a Vajdaságban. 23 üzem épült fel a semmiből, illetve van felépítés alatt, vagy újult meg teljes mértékben, és 10 000 vajdasági magyar vállalkozót és családot tudtunk támogatni gazdasági fejlesztés, illetve lakás, vidéki gazdálkodás feltételeinek biztosítása által. Ez 75 milliárd forint. Nagyjából egy évvel ezelőtt láttuk, hogy ez a lépték a reális, és akkor be is mondtuk, hogy ez a cél 18 végéig. Ezt elértük. És még egyszer arra kérem, hogy önöket, hogy gondoljanak vissza 3 évvel ezelőttre, amikor még csak az alapjai sem voltak meg ennek a fejlesztésnek, nem hogy láttuk volna a konkrét körvonalait. Most ezt a 3 évet zárjuk, de nem csak ezt a 3 általam sikeresnek minősített évet zárjuk, hanem egy jubileumi évet is egyben. 2018. decemberében azt is végig kell gondolnunk, hogy hol tartunk, és különösképpen annak fényében, hogy centenáriumi évnek a végén vagyunk. Ja, az első világháború vége Európa nagy részének békét hozott, és egy sor nemzetnek elhozta a függetlenséget, és a hőnállított egyesülését azoknak a területeknek, amelyekre történelmi igényt tartott. Nekünk azonban a történelmünk 1000 éves fejezetének a lezárását hozta el a háború, amiben a magyarság mindenkinél többet áldozott, és nekünk nem békét hozott, hanem békétlenséget, és nekünk nem nemzeti függetlenséget hozott, hanem elhozta a szétszakítottság szolgaságát. És mindannyian ismerik a történetet, mi következett ebből, milyen újabb tragédiák, újabb konfliktusok, háborúk, mennyi fájdalom és emberi veszteség következett a 100 évvel ezelőtti napok eseményeiből. Erre fájdalmas emlékeznünk, nyilvánvalóan, hiszen mindannyian érintettek vagyunk személyesen is, de ez a visszaemlékezés szükséges ahhoz, hogy a mai helyzetünket helyén tudjuk értékelni. Én azt gondolom, hogy 2018 év végén, vagy 1944 év végén, vagy mondhatnánk több dátumot is, nem volt ember Vajdaságban, aki azt gondolta volna, hogy valaha még itt lesz jövője és lesz remény a közösségnek arra, hogy nagyot alkosson, és ne csak hogy önmagában a megmaradást tűzze ki célú, hanem a soha nem látott megerősödést. Én azt gondolom, hogy a 2018-as év arról is szól, hogy megtaláltuk magunkat. Megtanultuk, hogy hogyan tudunk sikeresek lenni kisebbségi sorban is, és hogyan lehet a határok felett is közösen dolgozni a nemzet felemelésén. És ami egy különösen fontos hozadéka ennek az évnek, és talán a legfontosabb hozadéka, hogy megtaláltuk a hangot a többséggel. És ez egy egyedülálló teljesítmény a vajdasági magyarságnak, mert ez semmilyen más relációban nem sikerült még. 2018-as év a vajdasági magyar büszkeség és önbizalom éve lehet, és az erő és az önbizalom 100 éve, az erő és a magabiztosság 100 éve elfelejtett érzését hozta vissza mindannyiunknak, és méltán és joggal. Tisztelt hölgyeim és uraim, ahogyan említettem, az, hogy elfogadtattuk magunkat, és elfogadtattuk a törekvéseink, a megerősödésre és a megmaradásra irányuló törekvéseink jogosságát, és természetes voltát a többséggel, ez egy egyedülálló teljesítmény önöknek. Ugyanakkor az sem véletlen, hogy egyedül Szerbia volt arra képes az összes környező ország közül, hogy túllépjen az elmúlt 100 év örökségén, és méltányosan viszonyuljon a magyar kisebbség törekvéseihez. Ezért elismeréssel és köszönettel tartozunk Szerbia vezetőinek, elsősorban Vučić elnök úrnak, és hálával tartozunk azért, hogy vajdasági magyarságnak olyan vezetője van, aki ezt az eredményt lehetővé tette, hiszen ő az a kapocs, aki kisebbséget és az anyországot összekapcsolja a többséggel, és az ő személyes szerepe nélkül
erre nem nyílt volna lehetőség, kérem, hogy ezt tudatosítsák magukban, hogy sehol máshol a Kárpát-medencében nem jutottunk el oda, hogy 100 év magyar magány történetét egyszer s mindenkorra bezárjuk. Ezt nem fogjuk elfelejteni az elnök úrnak, és nem fogjuk elfelejteni Szerbiának sem, de elsősorban magunkra lehetünk büszkék, mert volt annyi erő bennünk, önökben, vajdasági magyar közösségben, hogy ezt a fantasztikus és egyedülálló történelmi eredményt el tudta érni. És zárásképpen csak annyit hadd jegyezzek meg, hogy ha 3 év alatt idáig jutottunk a semmiből, akkor a következő 100 évben mire lehetünk képesek, az a kérésem, hogy kisebben ne gondolkodjunk, mint hogy ezt a 3 évet kivetítjük a következő legalább 100 évre, és akkor a távlatok beláthatatlanná válnak, és a legnagyobb reményre jogosítanak fel bennünket. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az ember egy kicsikét feszélyezve érzi magát, amikor annyi nekrológba illő mondat hangzik el, mint amennyi elhangzott itt az elmúlt 10-15 percben. Köszönöm szépen! Gondolom, hogy a tapasztaltabbak emlékeznek a 80-as évek elején a szabadkai mindennapoknak egy kiemelkedően fontos helye az a szabadkai népkörétterem volt, ahol kiváló pacalt főztek, és gombás mártással szolgálták föl a naturdisznóst. Ez egy olyan helye volt a városnak, ahol az üzletemberek jóformán napi rendszerességgel jelentek meg tárgyalások előtt és tárgyalások után. És volt ott egy önmagát parkolóőrnek kinevezett úriember, aki irányította a forgalmat. És ahogy odaértek az autók, mind kevesebb és kevesebb maradt a parkolásra szánt hely, akkor ő próbálta manővereztetni a sofőröket, és mondta, hogy lehet, egészen addig, ameddig a durranás nem volt hallható, mire mondta, na mostan gyere ki, nézzed meg, hogy mit csináltál. Most mi körülbelül ebben a helyzetben vagyunk, hölgyeim és uraim, hogy hát itten manővereztünk az elmúlt 3 évben, vagy több mint 3 évben, és ma fogunk azzal szembesülni, hogy mit csináltunk. Azzal, hogy szerintem a kép, amivel találkozni fogunk, merőbe más fog lenni, mint a 80-as évek elején a parkolóban az érintettek elé tároló kép. Én az elemzésnek az elemeivel nem kívánok foglalkozni, mert azt gondolom, hogy az a következő előadások egyikének a témája fog lenni. Csak itt szeretném fölvillantani azt az 5 pályázati kört, a 38 pályázati kiírást, a több mint 11 ezer pályázót és a több mint 10 és fél ezer sikeres pályázót a számok tükrében jelezve, hogy az elmúlt 3 évben mi történt. De rengeteg minden történt, ami ennek az egész dolognak a kontextusát képezte. Az, ami lehetővé tette, hogy mindez megtörténjen, mert az, amivel most, mint eredményekkel szembesülni fogunk, hölgyeim és uraim, azok csak következmények, a csak az idézőjelben van. Mik az előzmények, mi a kontextus, mi volt az, ami lehetővé tette mindezt? Erre szeretnék rávilágítani, mert azt gondolom, hogy soha nem felejthetjük el. És nincs az a közvéleménykutatás, és nincs az a grafikon, ami ezt ki tudja fejezni, de a mondatok szintjén folyamatosan rá kell mutatni, és ki kell fejezni. Szeretném elmondani, hogy ennek a kontextusnak az egyik alapeleme az a nemzetpolitikai paradigmaváltás, ami 2010 után létrejött. Az a nemzetpolitikai paradigmaváltás, amelyik félfordulatot vagy teljes fordulatot jelentett a támogatáspolitikában, a nemzetpolitikában. Nem csak az összegek vonatkozásában, hanem a célok, a
támogatás iránya és a támogatás tartalma vonatkozásában is. Az identitás megőrző intézkedéseken túllépve egy szülőföldön való megerősödést helyeztük a nemzetpolitika nézőpontjának az egyik fókuszába. És azt gondolom, hogy ha határon túli magyar közösségként értékelnünk kell, értékelhetjük az elmúlt több mint 8 évet, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez a paradigmaváltás a nemzetpolitikai eszköztárnak a fölturbózása és megerősítése volt az, ami lehetővé tette azt, hogy ma itt összejöjjünk. Az, ami ennek a kontextusnak a megkerülhetetlen eleme volt, és amiről miniszterhelyettes úr beszélt, és amiről nekünk is sok mondatot kellene mondani, de én annyit nem tudok most mondani, mint amennyit kellene, de párat mindenféleképpen szeretnék elmondani, az Magyarországnak a megerősödése. Azt gondolom, hogy csak mi határon túli magyarok tudjuk igazán értékelni, hogy az elmúlt 8 évben Magyarország milyen mértékben erősödött meg, mert azzal találkozunk, azt látjuk a mindennapjainkban. És ez a megerősödés nem csak gazdasági, nem csak költségvetési, hanem politikai és tekintélybeli megerősödést jelentett. Ez volt az a kontextus, ami lehetővé tette, hogy az eredmények következményként fölvetíthetőek legyenek a falra. És az, ami a kontextusnak a része, hogy közösen le tudtunk rakni az asztalra egy olyan ambiciózus programot, amiről Levente is beszélt, amiről többen beszéltek, meg gondolom beszélni is fognak, amely kellő mértékben volt ambiciózus ahhoz, hogy fölkeltse a miniszterelnöknek az érdeklődését. Ha nem lett volna annyira ambiciózus, lehet, hogy nem lett volna belőle semmi. De mivel annyira ambiciózus volt, ezért egyfajta átugrandó magasságként került a nemzetpolitikai teljesítési kényszer pályájára. Aminélkül egészen biztos a kontextus nem teremtődött volna meg, az a bizalom. És a bizalom, azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik legfontosabb közéleti kincs. Ha sikerül fölépíteni, ha sikerül kiépíteni, akkor az embernek van esélye arra, hogy az, amit szeretne, esetleg meg tudja valósítani. De a bizalom visszafelé is legalább olyan mértékben érvényes. Ugyanis, ha kitüntetnek bennünket a bizalmunkkal, akkor a bizalmat vissza kell igazolni. A bizalom visszaigazolása pedig nem más, mint a vállalt feladatoknak, a fölvázolt teljesítménynek a megvalósítása. És az, ami ezt az elmúlt 3 évet jellemezte, az a töretlen és kölcsönös, a levegőben állandó jelleggel kitapintható bizalom volt. Ezért szeretnék köszönetet mondani. Azt szeretném jelezni, hölgyeim és uraim, hogy mi egy olyan rendszert építettünk föl, amelyik azon alapult, hogy különböző irányokból indulunk, mindenki a saját feladatát ellátva, de megbeszéljük, hogy hol találkozunk. És az elmúlt 3 évben az én számomra ennek az egész programnak az egyik legnagyobb hozadéka az volt, hogy amikor odaértünk, ahova megbeszéltük, akkor mindig ott volt, akivel megbeszéltük, hogy ott fogunk találkozni. Ez azt gondolom, hogy nem kifejezhető grafikonban, nem kifejezhető számokban,
de mindenféleképpen annak a kontextusnak az eleme, vagy meghatározó része, fundamentuma, alapja, ami nélkül a számok, mint következmények nem lettek volna. Sikerült fölépítenünk egy olyan hatékony, működőképes, modern szolgálatot teljesítő rendszert, ami a mi alapítványunk. A nullából, a semmiből. Dacolva mindazoknak, akik folyamatosan azt mondták, és ma is azt mondják, hogy a vajdasági magyar közösség szakmailag elfogyott, nincsenek közösségileg elkötelezett és szakmailag fölkészült emberek. Mi azt bizonyítottuk be ennek a programnak a bonyolításával, hogy nemhogy vannak, hanem válogathatunk között. Sőt, nem is kell, hogy válogassunk, mert az egész feladat annyira grandiózus, hogy mindenkinek van benne helye. És hogyha a kontextusról beszélünk, ami szintén se táblázatban, se számban nem kifejezhető, akkor az én számomra a másik nagyon-nagyon fontos eredménye ennek az elmúlt 3 évnek az a fajta intézményépítés, ami lehetővé tette, hogy 5 pályázati körben, 38 pályázati kiírást, 11.200 beadványt kezelve 10.500 sikeres pályázatot tudjunk bonyolítani. Grandiózus volt. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. Szeretnék köszönetet mondani külön az alapítvány igazgatójának és annak a csapatnak, amelyik heroikus munkát végzett adott pillanatokban. Azt gondolom, hogy ilyen szempontból a mai nap az a büszkeségnek is a napja, mert hogyha erre képesek vagyunk a semmiből, akkor csatlakozni szeretnék miniszterhelyettes úr szavaihoz. Kevés minden van, amire nem vagyunk képesek. És a kontextusnak mindenféleképpen a része az a viszonyrendszer, amelyik a két ország között létrejött, az a viszonyrendszer, amelyik azt gondolom, hogy a kölcsönös érdekeken és a kölcsönös megbecsülésen alapszik, amelyikben nem az a mindennapi politikai kihívás, hogy hogy tudjuk a másikat, vagy hogy tudják a másikat megakasztani, és dehonestáló és sértő mondatokat kifejezni és mondani és gesztusokat tenni, hanem pont az ellenkezője. Ez egy olyan viszonyrendszer, amelyikben azért gyakorolják az emberi, pozitív, politikusi építkező gesztust, hogy ebben a versenyben ne maradjanak le. És azt gondolom, hogy ebben is talán némi pici kis közünk volt, mert hogy ez az érdekünk. És az, hogy ilyen kontextus alakult ki, az nem a véletlennek a műve, mert hogyha a véletlennek a műve lett volna, akkor máshol is ez a véletlen megjelent volna. De mivel máshol nem jelent meg, akkor nagy valószínűséggel nem a véletlennek a műve, sőt nem is az unióhoz való csatlakozás, vagy az unió irányába történő törekvésnek a következménye, mert mások is tartoznak az unióhoz, és törekednek az unió irányába, és mégsem nincsenek ilyen viszonyok. Ez a mi politizálásunknak, a mi ragaszkodásunknak, az egyenes mondatok kimondásának a következménye, és azt gondolom, hogy ez is része annak a kontextusnak, amiből meg tudtuk teremteni az eredményeket. És az, ami nélkül nem lett volna semmi, az egyrésztről a szakértői gárda, amelyikről már beszéltem, beleértve a sok 10 értékelőt, akiknek a munkáját szeretném ezúton is megköszönni. És az egészből nem lett volna semmi, hogyha nem lett volna az a vállalkozói rétegünk, amelyik visszaigazolta, hogy az, amit magunkról gondolunk, az igaz. Lehet, hogy kevesebben vagyunk, mint amennyien szeretnénk, sőt, biztos.
de akik itt vannak, azokat a megkapaszkodás ösztöne hajt, azok a lehetőséggel élni kívánnak, és úgy kívánnak ezzel élni, hogy önmaguknak segítsenek, a környezetükben levőknek segítsenek, és hogy előbbre tudjunk haladni. Szeretnék köszönetet mondani azért a több tízezer találkozásért, amiben nekem és többet magammal sok mindenkinek része volt. Mert ezeket a programokat közösen fogalmaztuk meg. És igaza van Leventének, amikor azt mondja, amikor hozzáfogtunk, senki közülünk nem tudta, hogy mi fog lenni az 5 pályázati körben, és mi lesz a 38 pályázati kiírásban. De azt tudtuk, én legalábbis tudtam, hogyha megszólítva az embereket, ők eljönnek, és elkezdünk beszélgetni arról, hogy mire van szükségünk, és azt hogy tudjuk megcsinálni, akkor ki fog alakulni a történet. És ez történt meg ebben az elmúlt 3 évben, ezért voltak fontosak a terepi megmutatkozások, ezért voltak fontosak a beszélgetések, ezért voltak fontosak a programismertetők, mert azokon csiszoltuk ezt az egész rendszert. És kialakítottunk egy olyan rendszert, amelyikkel azt gondolom, hogy élenjárók vagyunk az egész határon túli magyar közösség tekintetében. Egy olyan standardot alakítottunk ki, aminek a bevezetése és alkalmazása máshol, ami minket illet, természetszerűleg lehetséges, és amivel mi tudunk segíteni másnak, abban természetszerűleg segíteni fogunk, mint ahogy eddig is segítettünk. De az igazság az, hogy ennek a rendszernek a fölépítése és kiépítése, mint nemzetpolitikai feladat, a teljesítés szempontjából sok mindenkitől elvárható lett volna, lehet, hogy legkevésbé mi tőlünk. Mert nem vagyunk a legnagyobbak, nem vagyunk a legerősebbek, viszont úgy tűnik, hogy van bennünk elegendő szufla, és meg tudtuk ezt csinálni. Szeretném elmondani, hogy mindennek az egész 3 éves időszaknak az alapját, ahogy az előbb is említettem, a kölcsönös bizalom, a rizikóvállalás jelentette, és a meggyőződés. Szeretném aláhúzni és elmondani, az, akiben határon túli magyar politikusként nincsen meggyőződés, az, aki nem hisz abban, amit csinál, az azt gondolom, hogy nem tud ilyen eredményeket fölmutatni, mint amit mi fölmutattunk. Minket az hozott abba a helyzetbe, hogy most ilyen grafikonok és ilyen számok vannak, mert hogy megvolt az a kritikus tömegű ember, akiben működött a meggyőződés, hogy meg tudunk kapaszkodni, meg tudunk erősödni, és az, amit fölvállalunk, azt meg tudunk csinálni. És a meggyőződésen túlmenően volt bennünk kellő kitartás, és szisztematikusan dolgoztunk. Anélkül nem lehet csinálni semmit. Szeretnék ezért köszönetet mondani mindenkinek. Szeretném, hogyha emelt fővel szembesülnénk a grafikonokkal és a számokkal. Külön szeretném fölhívni a jelenlevők figyelmét arra a 12 eset tanulmányra, ami itt bemutatásra kerül, azokra a vállalkozásokra, amelyek föl fogják villantani, hogy mit is csináltunk, mit is kívánunk csinálni az elkövetkező időben. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, és szeretném elmondani, hogy arra készülünk, hogy lezárva ezt a 3 éves fejlesztési ciklust folytassuk. Úgy érzem, hogy igény van rá, úgy tudjuk, hogy a kölcsönös bizalmon alapuló együttműködés lehetővé teszi ennek a programnak a folytatását, és azt gondolom, hogy az elkövetkező években azt kell folytatni, amit az elmúlt 3 évben egyfajta alapozásként elvégeztünk. Köszönöm szépen! Kedves vendégek! Én azt hiszem, hogy könnyebb helyzetben vagyok, ugyanis amikor elkezdtük a stratégia megvalósítását,
az ugye egy intézményrendszer képítésével kezdődött, illetve párhuzamosan történt a megvalósítás és az intézményrendszer képítése. Akkor az alagút elején álltunk, nem tudtuk, hogy mi van az alagútban, tudtuk, hogy sötét, nem tudtuk, hogy milyen hosszú lesz, viszont most elmondhatjuk azt, hogy az alagút hosszú, sötét, de nagyon könnyen átutazható volt, és ezért könnyebb a mai előadásomat megtartani. Természetesen itt köszönetet mondanék a Prosperitáti Alapítvány komplett szakgárdának, akik ezeket az adatokat a rendelkezésemre bocsátották, ugyanis igaz, hogy én nem kívülről jövök, de hát azért jó volt ilyen adatokban duskálni, és könnyű volt ezek alapján különböző következtetéseket levonni. Na majd meglátjuk, hogy ez az ilyen működés hogy indul meg, ugye? Nagyszerű. Az előzményeket mindenki ismeri, és az előzményekről nagyon sokat hallottunk. Tehát a stratégiát követően, az elfogadott stratégiát követően 2015. novemberében ugye egy kormányhatározattal zöld fényt kaptunk arra, hogy meginduljon annak a megvalósítása. És amint mondtam, párhuzamosan ezzel a megvalósítással kiépítettük nagyon gyorsan egy intenzív, másfél hónapos munkával az alapítványnak az alap struktúráját, ugye, ami aztán később nagyon komolyan és szépen fejlődött. Az alapítványnak a szerkezetéről most nem szeretnénk külön mondani, de ezt mindenképpen elmondom, hogy egy olyan intézményrendszer, amire a Vajdasági Magyar Szövetség és a Vajdasági Magyar Közösség is nagyon büszke lehet. Ugye? Azok a munkatársak, akik dolgoznak, az az informatikus központ, az informatikusoknak a hada és a munkája egy nagyon átlátható, komoly rendszert épített ki, ami szerintem, aminek az utolsó fázis, az utolsó hát példája az a online rendszer, amit a Gödöllő Egyetemmel közösen ugye dolgoztunk ki, az integráltak és az integrátorok munkájának a megkönnyítésére. Tehát 2015 és 2016, ebben a 2-3 hónapban indult meg ez a folyamat. Bocsánat. Na most maga a pályázati ciklus, tehát az a 3 év, amiről szólt, ugye, ezek ilyen kis szösszenetek csak, tehát a pályázatkiírás, az ellenőrzés, a pályázatoknak az értékelése, a lebonyolítása, hogy ez mind-mind benne van abban a 3 évben, amelyet végigjátszottunk. Ugye a döntéshozatal is nem olyan, hogy csak a szakértők döntöttek, hanem az igazgatóbizottság, az irányító testület Budapesten, ezek mind-mind átrágták ezeket az eredményeket. Nagyon sokszor az irányító testület példaértékű döntéseket hozott a nemzetpolitikai állapotoknak és igényeknek megfelelően, ugye fölülbírált azokat az eredményeket is, amelyek ugye amelyeket mi a testület elé bocsátottunk. Emlékeznek rá, hogy az eredményhirdetés is nagyon impozáns formában történt, általában megadtuk ennek a módját, hogy lássák azok az emberek, akik szerződést írnak alá, hogy milyen megható dolog az, amikor ezeket a támogatási összegeket, vagy a támogatásokat ugye a magyar kormány által fölvehetik, illetve ezeknek a támogatásoknak a függvényében biztosítani tudják a gazdasági előrehaladásokat. Bocsánat. Amit most látunk, ezek azok a pályázati kiírások, amelyekkel 3 év alatt találkoztunk. Azért színeztem be, hogy lássuk azt, hogy milyen kapcsolat áll fönn a stratégia és a megvalósítás között,
és látjuk azt, hogy a négy fő stratégiai cél, amit a stratégiában megfogalmaztunk, gyakorlatilag mind a négy itt valamilyen formában jelen van. Az első ugye a stratégia, a prosperitáti alapítványnak a megalapítás. Ez egy intézményrendszer, amit nagyon könnyen meg tudunk találni a stratégiába, ennélkül nem lehetett volna az egész támogatási rendszert fölépíteni. A négy zöldszínű támogatási irány, a mezőgazdasági fejlesztés, az élelmiszeripari fejlesztés, illetve a kettő kapcsolata, ugye a hozzáadott értékű dolgoknak a termelése, illetve fejlesztése. A kék színű pályázati megoldások, illetve lehetőségek, a egyéb vállalkozások, az egyéb gazdaságáknak a fejlesztését és támogatását hivatottak megoldani. Itt kiemelném, hogy a startup pályázatok, ugye, amely még most is, azt hiszem az utolsó napokban kerül megvitatásra és döntésre, több mint 300 új vállalkozást jelent, ami kimondottan fontos ennek a közösségnek a számára. Turisztikai projektekről külön szólok, amikor odaérünk azokhoz az adatokhoz, ugye, és a térképekhez. Nagy öröm számomra az, hogy a turisztikai projektek bár most ebben a ciklusban kevés pályázatot írtunk ki, kevés vállalkozást támogatunk, viszont az új stratégiánk erre most nagyon komoly lehetőséget fogad. És az, amit szintén kiemelnék, ugye, hogy a szakmai képzés is jelen volt a megvalósítás folyamán, ugyanígy a stratégiában több helyen megjelenik a szakmai továbbképzés, ugye, akár a beintegráltak, akár a új vállalkozóknak a képzése nagyon fontos eleme az egész megvalósítási folyamatnak. Ha a mezőgazdasági fejlesztésekről beszélünk, a kísértékű mezőgazdasági fejlesztések azok, amelyek ugye nagyon impozánsak voltak. Ugye emlékeznek rá, amikor a 4000 vagy 3000 néhány száz vállalkozó, illetve aláírtuk a szerződést itt Szabadkán a sportcsarnokban. Hát kérem, az, amit látunk ezen a térképen, az az, hogy gyakorlatilag 7 olyan község van Vajdaságban, ahol nem pályáztak, nem volt mezőgazdasági fejlesztés, az összes többibe a magyar közösségnek a tagjai, ugye az itt élő magyarok ugye, komoly fejlesztési támogatásban részesültek. Bár itt azt elmondom, a Válintra nézek, tegnap ugye hosszan vitáztunk arról, hogy melyik térkép a jó, a községi bontás vagy a településbontás. Én az egyik mellett, a másik mellett tört pálcát, de majd látjuk aztán a végén, hogy miért jó az egyik és miért jó a másik. A többi mezőgazdasági támogatás, ugye én a számokat és az összegeket nem olvasnám, mert ezeket ismerjük. Azért írtam vidékfejlesztést, kérem, mert a mezőgazdasági fejlesztésekkel nem csak magát a termelést, hanem az egész vidéket, a falusi települést, az itt maradást, a itt élő embereknek az életszínvonalát tudjuk támogatni. És itt vannak ugye ezeknek a fejlesztéseknek a térbeli eloszlása, ugye én geográfus vagyok, és én csak térbe tudok látni ilyen adatokat. Látjuk azt, hogy a Vajdaságnak az északi része, tehát középső is az északi része, de délbánság is nagyon komoly szerepet vállal, illetve komoly helye van ezekben a megvalósításokban. Mind a kettő, tehát a házvásárlás is, ugye, amire nagyon büszkék vagyunk, és ami az előbb is szó volt, valamint a földvásárlás, az 560 hektáros összeggel, ugye, ilyen formában oszlik be. A komplex fejlesztések nagyon komoly része, nagyon komoly tartalma és ebben a struktúrában egy nagyon kiemelt fejezetet képvisel. Ugye a nagy léptékű fejlesztések, amelyek azért zöldáltam, mert túlnyomó részt mezőgazdasági tematikájúak, és a közepes léptékű fejlesztések, ugye, amelyek szintén nagyon sok vállalkozó és nagy vállalat, sikeres vállalatnak a további prosperálását tudják biztosítani. Cégek és vállalkozások, ugye nagyon sok sikeres vállalkozásunk van. Ugye ezt láttuk a terepen, amikor a nagyon sok esetben elnök úrral is
miniszterhelyettes úrral Vajdaságot jártuk. Ugye az volt a cél, hogy ezeket a már meglevő sikeres cégeket ilyen formában még bővítsük, és még sikeresebb, tehát még több sikeres vállalkozást tudjunk látni, illetve tapasztalni a térségünkben. Én akkor nagyon sok esetben mondtam elnök úrnak, hogy hát hogyha ilyen vállalat, mint ahol voltunk, nagyon sokat láttunk, ha ilyen vállalatokból lenne 10-zel több, vagy 20-zal több, vagy a térben ugye még több, a vajdasági magyar közösség még sikeresebb és gazdaságban még erősebb tudna lenni. Látjuk azt, hogy 271 új startup pályázat van bírálat alatt, amire büszkék lehetünk, tehát a fiatalok ilyen formában. A 94-ről ugye lényegesen megemelték ezt az igényüket. Mondtam, hogy a turizmusról szólok, ez nagyon kevés, tehát 56 projektet támogattunk csak. Ugye ez meg is látszik a térképen, ugye, tehát ezek a halvány zöld mezők, ez egy-két projektumot jelentenek csak, tehát ez nagyon kevés. Itt nyilván ugye dominál az ég, ugye a magyarság égje, ugye a bajmok, török kanizsa, becsei háromszög, ugye a magyarságnak a domináns területe, de látjuk azt, hogy Székelykeve, illetve a covidi község is intenzív, azt is tudjuk, melyek azok a vállalkozások, akik ugye nagyon erőteljesen nyomulnak és példaértéket tudnak biztosítani. Mivel ezt a képet látjuk, ugye, én gondolom, hogy a három év után, az elkövetkező három év után, amikor az idegenforgalmi stratégiát meg tudjuk valósítani, ugye ugyanilyen sikerrel, mint ezt a három évet, ez a térkép egészen másképp fog kinézni. És az összegzés. Ugye az összegzés a 10.139 vállalkozónak a támogatása, összesen 14,4 milliárd dinárral, ugye látjuk, mennyi a projektek az összértéke. És akkor itt van, kérem, az összes összehasonlítás, ugye itt van egy községi bontás, ugye amelyben gyakorlatilag csak a 7 község nem látszik, tehát terítjük Vajdaságot, ugye, viszont a településbontás az pedig egyértelműen mutatja az Északbácskának a dominanciáját, de az arányos megoszlást Délbánság, sőt még Szerémség is a délnyugat bácskai területek között. Kérem, ezek a térképek, hogyha valaki a kezébe vesz és elkezdi elemezgetni, vagy megnézi a számadatokat, ugye nagyon sokat mutatnak, és gyakorlatilag azért lehetünk büszkék az egészre, mert a háromszög, ugye az ég, ami csak a etnikai térképeken így jelenik meg Vajdaság tekintetében, nem csak ez az ég az, ami támogatott, hanem gyakorlatilag az egész vajdasági térség. Ugye ez a támogatás értéke gyakorlatilag ugyanazt a képet mutatja, tehát nem fogom külön elemezni. Amikor befejeződik a támogatás, ugye gyakorlatilag a végére értünk, tudtuk azt nagyjából, hogy sikeresek voltunk, mindig erről beszéltünk és erről büszkék is voltunk, de megpróbáltuk azt, hogy megkérdezzük a támogatottakat, megkérdezzük az embereket, hogy mégis mi a véleményük ezzel az egész rendszerről, és egy komoly kérdőíves rendszerrel, lekérdezéssel szóltunk a támogatottakhoz. Több mint 5000 kérdőívet küldtünk ki, és az 5000 kérdőívből 4338, ugye, ha jól tudom, pontosan annyi jött vissza. És ezek a kérdőívek ugye magukért beszélnek, ugyanis a megkérdettek, megkérdeztük azt, hogy milyen más pályázatokon, tehát milyen pályázatokon vettek részt eddig ugye az elmúlt 5-6 évben. Hát ugye mindenki a 94% a Prosperitáti Alapítvány pályázatát jelölte meg, pluszban ugye 15-16%-uk más pályázaton is részt vett, tartományi és köztársasági szintű pályázatokon. Milyen a megítélése? Tehát megkérdeztük azt, hogy mi a véleményük erről a rendszerről, és ugye kész mondatokat
próbáltunk lekérdezni, ugye? Tehát a honlapja áttekinthetője, megkapják a megfelelő választ, segíti a PIT rendszer a pályázásban, hogy értesülnek, milyen az értesülés a kiírásról, milyen a kommunikáció, ugye? Lefedik az igényeket a kiírások, tehát elégedettek ezekkel a pályázati rendszerekkel. Ugye a biztos táboron nem lehet látni, de a grafikonok ugye magáért beszélnek, az, aki egyezik, ugye, vagy közel egyezik ezekkel a megállapításokkal, az a sárga és a szürke oszlopocskák, ami gyakorlatilag, ha összegezzük, akkor 90% fölötti értéket mutat. Tehát teljesen jó ennek a fogadottsága az alapítvány által nyújtott támogatás és annak a különböző szerkezeti, formai megítélésében. Mennyire sikeres ezek szerint a program? Nyilván ugye azok, akik sikerrel jártak, azok ilyen formában 0 és 10 közötti skálán maximális értéket adtak. Tehát megint, ha összehasonlítjuk a 9 és a 10-es értéket, akkor gyakorlatilag több mint 90%-os eredményről beszélünk. Melyek azok az intézmények, amelyek támogatták, illetve hátráltatták, segítették, illetve hátráltatták a Prosperitáti Alapítvány, tehát a Vajdasági Gazdaságfejlesztés programnak a sikerét. Ugye látjuk azt, hogy az első helyen a Magyarország kormánya van, ugye, hogyha ezt így kimondhatjuk, akkor gratulálunk és köszönjük is a Magyarország kormányának, ugyanúgy a Vajdasági Magyar Szövetség, ugye, a Vajdaság tartomány kormánya, és így tovább, ugye, tehát aztán az vannak azok a politikai pártok, amelyek ugye ellen ponton vannak, vagy ugye talán opozícióban vannak, és nem igazán támogatják ezt, de azoknak a százalék aránya is jóval kevesebb. Ennyi volt, kérem. Köszönöm a figyelmet, és köszönöm mindazoknak a támogatását, munkáját, akik az eddigi 3 éves rendszerben részt vettek. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt professzor úr, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége is természetesen magam nevében tisztelettel köszöntöm, hogy megjelenteket, és köszönöm szépen azt a megtisztelő felkérést, hogy miszerint ennek a felmérésnek az értékelésében részt vehetünk. Engedjék meg, hogy Albert Schweitzernek ezzel a gondolatával, vagy ehhez kapcsolódóan kezdjem a prezentációmat. Vitathatatlan, hogy a stratégia elkészítésének óriási szerepe volt, a magyar kormány támogatásának szintén nagyon nagy szerepe volt ezekben a fejlesztésekben, de azt gondolom, hogy a pályázatok nyerteseinek, önöknek szintén hasonló nagy jelentősége volt ennek a fejlesztésnek, vagy ezeknek a fejlesztéseknek a megvalósulásában, illetve annak biztosításában, hogy a vajdasági magyarság itt komoly jövőt tud magának elképzelni. Az előzményekről tulajdonképpen már volt szó, erről nem sokat beszélnék. Tényleg indokoltá vált, hogy lezárulván egy időszak elkészüljön egy számvetés, és elkészüljön egyfajta értékelés az elmúlt 3 évről. A Szekeres László Alapítvány kért föl minket, ahogy az elhangzott, és az elemzésünkhöz a segítséget a Prosperitáti Alapítványtól kaptuk, annak a kérdőíves felmérésnek az alapján, amiről már professzor úr itt beszélt. A kutatás tulajdonképpen néhány hipotézissel indult, ezeknek a hipotéziseknek az igazolását vagy megcáfolását kívántuk a kis saját prezentációnkon bemutatni. Ha megnézzük a vajdasági régió és az egész szerb gazdaság kapcsolatát, akkor azt látjuk, hogy a vállalatok szerinti bontásban, tehát mikro, kis, közép, nagyvállalkozások, a vállalati struktúra tekintetében a vajdaság, mint csebben a tenger, nagyjából mutatja a Szerbia gazdasági szerkezetét.
és hogyha a vállalatok száma alapján nézzük, akkor durván a gazdaság, a szerb gazdaság egynegyedét jelenti. De igaz, ez az egynegyed az alkalmazott, a foglalkoztatottak száma tekintetében, igaz a forgalom tekintetében, és igaz a hozzáadott érték tekintetében is, minimális eltérésekkel. Hogyha az ágazatok szerinti bontást nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy a mezőgazdaság terén egy kicsit a vajdaság felülsúlyozott a Szerbia átlagához képest, a turizmus terén egy kicsit alulsúlyozott, úgyhogy teljesen indokolt az, amit professzor úr itt említett, hogy egy következő fordulóban érdemes a turizmusra fókuszálni. És a feldolgozóipar hozzáadott értéke az meghaladja a vajdasági átlagot. Nyilván ez a szerkezet is magyarázza azt, hogy a fő prioritás a mezőgazdasági projektek támogatására helyeződött. A pályázók durván háromnegyede a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági vállalkozások sorából került ki, és a támogatások jelentős része is a mezőgazdasági fejlesztésekre fordítódott, 86%-a. Hogyha megnézzük a pályázatok eloszlását, akkor azt is látjuk, hogy sikerült az alapítványnak nagyon alaposan lefednie és nagyon részletesen lefednie azt a 37 települést, ahonnan a pályázatok érkeztek. Látható, hogy a pályázók nagyon széles köre jutott ehhez a lehetőséghez, hiszen 70%-uk egy pályázatot, 26%-uk kettőt és 4%-uk három vagy annál többet, tehát semmiféleképpen nem mondható az, hogy itt egy koncentrált eloszlásról lenne szó. Hogyha megnézzük, hogy milyen fajta vállalkozások részesültek a pályázatokban, akkor azt látjuk, hogy a mikrovállalkozások terén nagyjából a szerb és a vajdasági átlagnak megfelelően részesedtek a pályázatokból, támogatásból a pályázók. A kisvállalkozások némiképpen fölül, a közepes és nagyvállalkozások pedig némiképpen alul reprezentáltak megint a szerb és a vajdasági átlaghoz képest. Ez tulajdonképpen visszavezet oda, hogy a mezőgazdasági térre helyeződött a prioritás. Hasonlóképpen ezt mutatja a pályázók végzettség szerinti megoszlása, tehát a többségében alap- és középfokú végzettségű pályázók nyertek, ami megint mutatja azt, hogy ez a többnyire a mezőgazdaság prioritással igazolódik. Bocsánat, egy kicsit nyertem. Hát tulajdonképpen a pályázathoz egy kicsit kevésbé vagy lazábban kapcsolódik, de mindenféleképpen érdemes rápillantani egy perc erejéig a demográfiai helyzetre. Itt az látszik, hogy durván másfél gyerek per család adódik itt a pályázók körében. Ezt, hogyha egy ilyen mikrocenzusnak nézzük, akkor azt lehet megállapítani, hogy a vajdaság is csak úgy, mint Magyarország, és csak úgy, mint Európa nagy része szembesül a demográfiai kihívásokkal, ugyanis ahhoz, hogy egy társadalom reprodukálja saját magát, ahhoz durván 2,1 gyerekkel családonként. Tehát itt esetleg, ha folytatódik a pályázat, érdemes azt is megnézni, hogy valamilyen módon egy családtámogatást, a gyereknevelésre való ösztönzést lehet-e érvényre juttatni. Megint csak a mezőgazdasági mikrovállalkozások többségére jellemző, vagy dominanciájára jellemző az, hogy a pályázók jelentős része nem rendelkezik foglalkoztatottakkal, nem alkalmaz foglalkoztatottakat, viszont ezeknél a pályázóknál a családtagoknak a túlnyomó része nagy részben csak segítő családtagként, egy kisebb részben pedig alkalmazottként vesz részt a vállalkozás munkájában. Ott viszont, ahol van alkalmazott, ott elég sikeres volt ez a program a munkahelyteremtés szempontjából is, hiszen itt a nyertes pályázatok durván 1400 új munkahelyteremtésére biztosítottak lehetőséget.
és nem csak hogy munkahelyeket tudtak teremteni, de sikerült a béreket is igazítgatni, olyannyira, hogy ma már tulajdonképpen a pályázóknak a durván a fele, egy kicsit több, mint a fele, már a szerbiai átlagbért, vagy a fölötti bért tud hónapról hónapra kapni. Na most, ha megnézzük a pályázati számokat összességében, akkor azt látjuk, hogy egy dinár pályázati pénz durván még egy másik dinárt mozdított meg idegen forrásokból, és így sikerült végül is ezt a több mint 28 milliárd dinárnyi fejlesztést létrehozni. Hogyha részletekbe megyünk és lemondjuk, akkor azt látjuk, hogy például a kezdővállalkozások támogatásánál minden egy dinár az lényegében a vállalkozás megalapítására fordítódott, de pont ezek azok a kis startup vállalkozások, amik később nagyon komoly megtérüléssel tudnak kecsegtetni. Ugyanakkor a földvásárlásnál ott egy dinár támogatás az 2,5 hazai dinárt tudott megmozdítani. Ezek a külső források részben nyilván önerőt jelentettek, részben pedig bankhiteleket. Ezek a bankhitelek is alapvetően a vajdasági régióban szereplő bankoktól származnak. A kis összegű támogatásokhoz nem igen kapcsolódott, gyakorlatilag nulla összegű bankhitel kapcsolódott, a közepes és nagyobb léptékű fejlesztésekhez már komoly bankhitel is kapcsolódott, így biztosítván azt a tőke áttételt, ami létrehozta ezt a nagy összegű, ezt a jelentős fejlesztést. Hogyha megnézzük az átlagos támogatási értéket, akkor ennek jelentős a szórása. A kis összegű támogatások többnyire 1 millió dinár alattiak, a közepesek azok valamivel a 10 millió dinár alatt vannak, és végül a nagyok azok majdnem a 200 milliós határt is elérték. Az összeg az durván a 1,5 millió dinár, hiszen a kisösszegű pályázatok jelentkeznek meg abszolút többségben, a kisösszegű támogatások dominálták a rendszert. És hogyha ehhez hozzánézzük azt, hogy a pályázók, vagy a nyertes pályázók durván kétharmada több mint három év alatt tudta volna saját erőből megteremteni azt a fedezetet, ami a fejlesztés megvalósításához szükséges, akkor elmondhatjuk, hogy ennélkül a pályázat nélkül valószínűleg lényegesen kevesebb fejlesztés jöhetett volna létre a vajdasági régióban, hiszen elég kevés az a mikrovállalkozó, aki három évig minden fillér jövedelmét félreteszi azért, hogy egy fejlesztést végrehajthasson. A támogatásnak persze volt egy másodkörös hatása is. Durván 2 milliárd dinár összegben részesültek vajdasági és magyar beszállítók, illetve gyártók is ennek a programnak a hasznából. Most, hogyha megnézzük azt, hogy alakult a hatékonyság és a növekedés eredményesség szempontjából a pályázat, akkor azt láthatjuk, hogy ez alatt a 3 éves időszak alatt a pályázók durván 25%-kal tudták növelni az árbevételüket, és durván 36%-kal az alkalmazotti létszámot. Ez az alkalmazotti létszám persze annyiban torzít, hogyha ugye egyfős vállalkozás fölvett még egyet, akkor az már egy 100%-os növekedés, tehát ezt azért nagyon túlértékelni nem kell, de mindenféleképpen azt mutatja, hogy jelentős munkaerő bővülés is, vagy munkahelyteremtés is történt, és egy elég impresszív növekedés volt tapasztalható 3 év alatt. Mi kértünk a Prosperitáti Alapítványtól egy kis kiegészítő mélyelemzést arra vonatkozóan, hogy képzelik el a nyertes pályázók
illetve azoknak egy reprezentatív csoportja a jövőt, hogyha egy újabb pályázati körre is sor kerülne. És ott az látszik, hogy egy újabb három éves ciklusban szintén durván 25%-os növekedéssel számolnának. Itt nyilván a medián és az átlag az jobban eltér egymástól, hiszen azért a bizonytalanság itt nyilván nagyobb volt, de egy további 33%-os létszámbővülést is elképzeltek, ami megint csak azt mutatja, hogy a hatékonyság nő, hiszen egy nagyjából ugyanolyan mértékű bevétel növekedéshez már egy kisebb létszám növekedést terveztek, tehát maga ez a program is megalapozza a hatékonyság növekedését. Egy nagyon-nagyon fontos cél, ahogy ezt elnök úr is, miniszterhelyettes úr is mondta, az, hogy a vajdasági magyar vállalkozók a szülőföldön való boldogulás lehetőségét igyekezzenek megteremteni maguknak. És ha megnézzük a felmérés eredményeit, akkor azt látjuk, hogy a válaszadóknak több mint 90%-a a hosszú távon is a vajdaságban képzeli el a jövőjét. Érdekes mondom, már a gyerekeiknek egy kicsit alacsonyabb az aránya. Ez persze nyilván egy generációs kérdés is, meg egy olyan kérdés is, ami Magyarországon is fölmerül, hogy ugye mennyiben biztos az, hogy a gyerekek folytatni fogják a szülők vállalkozásait, elsősorban a mikrovállalkozó szektorban, hiszen ugye nagyjából együtt éltük meg a rendszerváltás éveit, és ott a rendszerváltáskor nagyon sok új vállalkozás indult, nagyon sok kis családi mikrovállalkozás indult, aminek az alapítói hát most már a nyugdíjas korba érnek, és lassan a visszavonulást fontolgatják. Ez mindig egy kérdés, hogy a következő generáció mennyire lesz hajlandó folytatni az ő általuk megkezdett munkát. És ugye ez alatt az idő alatt, amíg ezek az alapítók fölépítették a vállalkozásukat, és többnyire sikeresen működtették is, nyilván a gyerekeiket már jobb iskolákba tudták járatni, adott esetben külföldre is, és akkor már fölmerült tényleg a kérdés, hogy vajon akkor vissza akarnak-e térni a már magasabban képzett gyerekek az eredeti vállalkozásokhoz, vagy tovább kívánnak lépni. Ebből mondjuk ez tükröződik itt is, hogy már a gyerekeknek egy kicsit nagyobb része keresne talán más országban, vagy próbál a más országban is szerencsét, de még mindig egy nagyon meghatározó aránya az, aki a vajdaságban maradás mellett szavazott. Na most, ha megnézzük, hogy hogy is értékelték a pályázók részben azt, hogy a versenyképességüket, a nyereségességüket mennyiben növelte a pályázati támogatás, illetve mennyiben segítette a szülőföldön való boldogulást, akkor azt látjuk, hogy mind a kettőben nagyon pozitívak a visszajelzések, tehát a nyertes pályázók 85%-a érezte úgy, hogy az ő versenyképességét jelentősen növelte a pályázati támogatás, és hát egy jelentősen magasabb, egy 96% pedig úgy válaszolt, hogy ez a támogatás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a szülőföldön megtalálta a boldogulás lehetőségét. Természetesen fölmerült az a kérdés is, hogy vélekednek a győztes pályázók arról, hogy érdemes-e ezt a programot folytatni. Talán nem meglepő, hogy a döntő többség, a 99% a pályázati program folytatása mellett tette le a voksot, és 84%-uk rendelkezik is már további fejlesztési elképzelésekkel. Ugye egy korábbi ábrán látszott az is, hogy ezeknek a további fejlesztési elképzeléseknek is már van tárgya, és már vannak üzleti terv becsléseik is. És érdemes végig gondolni azt is, hogy ez a pályázati támogatás, ez igazából nem csak annyit jelent, hogy akkor egy fejlesztés létrejöhet,
hanem itt egy nagyon-nagyon komplex hatást és sok-sok áttételt hoz magával minden egyes dinár támogatás, hiszen egyszer létrejön egy beruházás, abból a beruházásból fogyasztás keletkezik, jövedelem keletkezik, adóbevétel keletkezik, munkahelyeket lehet teremteni, és ezzel tulajdonképpen lehet igazolni azt a jövőképet, amit itt az előző diagramok is mutattak, hogy a szülőföldön való boldogulásnak van lehetősége és komoly értelme. Tehát ha végigmegyünk, akkor azokon a kiinduló hipotéziseken, amikkel az egész vizsgálat és az egész elemzés indult, akkor megállapíthatjuk azt, hogy egy a vállalkozók számára egy nyertes vállalkozók válaszai alapján komoly jövedelmi munkahelyteremtési lehetőségeket biztosított, úgyhogy mindenféleképpen a versenyképességet is növeltetett, mindenféleképpen egy helyes, egy jó döntés volt ez a támogatásnak, a támogatásnak a megítélése. Nyilván szintén a válaszokra utalva biztos elmondható az is, hogy nőtt a vállalkozóknak a versenyképessége, hiszen emlékszünk, hogy 81 néhány százalékuk válaszolta azt, hogy úgy érzi, hogy a versenyképessége nőtt. Javultak az eredmények, hiszen ezt a grafikonok is mutatták, és nőtt. Ugye volt egy olyan grafikon is, ahol az látszott, hogy a távlati fejlesztési elképzelések már egy hatékonyabb működésű vállalkozással számoltak. Természetesen nőtt az előzőekből fakadóan és azokkal összhangban, nőtt a szülőföldhöz való kötődés mértéke is, és ehhez jelentősen hozzájárult, hogy úgy a pályázók, mint az alkalmazottaik is, lett a családtagjaik is a vajdaságban képzeljék el a jövőjét. És hát ugye a pályázók gyakorlatilag 100%-a döntött úgy, hogy amennyiben lehetősége van, akkor a gazdaságfejlesztési program folytatása mellett szavazna. És most végül engedjék meg, hogy egy kis ilyen személyes jellegű kitérővel fejezzem be, hogy valamikor én még a középiskolában matematika-fizika tagozata jártam, és ott minden tétel bizonyítása után ezt szövegesen is le kellett írni, hogy akkor ezt bizonyítottuk, és én igazából középiskolás korom óta vágyom arra, hogy egy ilyen sorozat után bemutatásom az, hogy quadra demonstrantum, tehát ezt szerettük volna igazolni. És ezzel nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és még egyszer köszönöm, hogy ebben a kutatásban részt vettünk.